Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Bújrosó Ferenc vagyok, a Mitogenix termékek európai hivatalos képviselője, ami nem más, mint Dr. Walter G. Krinoin, naturopatik doktor termékei, amit saját magánklinikáján alkalmazott, klinikai körülmények között, klinikailag és orvosilag teszteltek. Nem gyógyhatású készítmények, a természet erejét használta föl ahhoz, hogy a mérgeket maximális mértékben és specifikusan tudjuk eltávolítani otthoni körülmények között a sejtjeinkből. És az immunrendszerünket újra munkára tudjuk bírni, úgy, ahogy az meg lett tervezve. Néhány gondolat ugye a doktortól, a két termékével kapcsolatosan, ami a Mitolife, vagyis a mitokondria élet folyadék, egy speciális folyadék, amiről majd egy későbbi filmen fog beszélni, illetve az Amino ICG, vagy magyarul Amino ICG, ami nem más, mint az immunrendszer üzemanyagának alapanyagát szállító, kiegészítő, speciális készítmény, teljesen természetes alapú, semmilyen szintetikus vagy egyéb dolgot nem tartalmaz. Ezek a termékek az egészségért, az életért készültek. Ezek a termékek minden nap, a mindennapjaiban szükségesek azért, hogy élni tudjon a legfantasztikusabb életet ebben a agyonmérgezett világunkban. Egy gondolat csak Dr. Walter G. Krinoin-tól. Szeretném ebben a videófilmben bemutatni őt magát, hogy miért is úttörő azon a területen, ami munkát ő végzett az elmúlt 30 évben, és igazából forradalmasította a táplálék kiegészítők piacát egy nagyon speciális gondolkodás módjával, amivel én még nem találkoztam, pedig nagyon régóta kutattam ezután. Dr. Walter G. Krinoin élete és munkássága. Ez a dokumentum bemutatja azt az orvoskutató professzort, aki úttörő munkát végez a környezeti mérgek kutatásában. Azok szervezetünkre gyakorolt hatásában, ezen kívül megoldást is ad ezek mellé, hogy tudjuk a sejteinkből eltávolítani természetes úton, természetes anyagokkal az azokat károsító mérgeket. Mindezt fordította én magam, Bújrosó Ferenc, a Mitogenix Heaven Ltd. Tulajdonosa, a Mitogenix termékek hivatalos forgalmazói Európában, és egyúttal a Dr. Walter G. Krinoin módszerének hivatalos európai képviselete. Ezúttal hívom fel minden szakember figyelmét, hogy Dr. Walter G. Krinoinnak továbbképzései a mai napig működnek az általa tervezett egyetemen. Esetlegesen, aki a módszerét alkalmazni szeretné, páciensein kérem, vegye fel velem a kapcsolatot. Vagy aki esetleg úgy gondolja, hogy tanulni szeretne ebben az egészségügyi területen, az kérem jelentkezzen a megadott telefonszámon és e-mail címen, amit a videó alján fogtok találni. Dr. Walter G. Krinoin, naturopatik doktor, ugye ez az ND-nek a rövidítése. Dr. Krinoin természetes módon gyógyító orvos, ebben a témában a legsikeresebb író, professzor, alapító elnök a természetes alapú gyógyítás orvostudományi hivatalának, a Southwest College-nak. Weboldalát megtaláljátok erről az információt a krinoinmedical.com oldalon. Dr. Walter Krinoin további elérhetőségéhez kérem lépjen velem kapcsolatban, Bújsa Ferenc igazgató tulajdonos, Mitogenix Heaven Ltd. tulajdonosa. Magyar telefonszámon van a 20-as 92 89 226, vagy az angol telefonszámon van, plusz 44 755 401 48 35, vagy írjon e-mailt a mitogenix.info@gmail.com-ra ideiglenesen, amíg a cég hivatalos e-mail címe nem kerül nyilvánosságra. Dr. Walter G. Krinoin által kifejlesztett Mitogenix termékformulák hivatalos forgalmazó Európai Unióban a Mitogenix Heaven Ltd. Szeretném bemutatni a doktor életrajzát. Természetes módszerekkel alapuló gyógyítás orvosa Dr. Walter G. Krinoin az egyetemi diplomáját 1982-ben Seattle-ben kaptam Washington államban. Annak az első ebben a szakágában indított osztályában végezve. Ezt követően családi vállalkozásban elkezdett foglalkozni speciálisan az allergiás betegségekkel és kezelésekkel, a krónikus olyan egészség problémákkal, amit kifejezetten a környezeti mérgek túltelítettségei okoznak. 1985-ben nyitott a természetes úton gyógyító klinikáját, Észak-Amerika legjobban felszerelt klinikája volt a környezeti mérgekkel, legjobban szennyezett egyének részére. Úttörő a természetes úton történő gyógyítás területén, Krinoin favorit és gyakori előadó homeopátiás és természetes úton gyógyítási konferenciákon,
és jó néhány szakmai cikke jelent meg a Peer Review kiadványban a környezeti mérgek túltelítettsége az egyénben témában. Dr. Kinoni az amerikai természetes alapú gyógyítással foglalkozó orvosok egyesületének, az elnökségének a tagja, és az első olyan orvos volt, aki ebben a témában tett kutatási eredményekért kitüntetést kapott 2002-ben, és 2002-ben újra választották szintén. Dr. Kinoin tanít a Bastyr Egyetemen, Seattle-ben, Washingtonban, Portlandban, a természetes alapú táplálékgyógyszerészeti iskolában, Oregon, Bridgeport, Connecticut egyetemeken. Dr. Kinoin jelenleg professzor a Southwest College természetes alapú táplálékgyógyszerészeti szakán, Tempében, Arizonában, és elnök a természetes alapú táplálékgyógyszerészeti osztálynak is. Népszerű előadó a természetes alapú vagy alternatív gyógyászati területen, Kinoin rendszeresen szerepel a médiában, három alkalommal szerepelt Barbara Walters tévéműsorában, a The View címben, The View-ban, és hetente beszélt a Northwest Kábel Rádió híreiben 1999 és 2003 között, adva naprakész információt a különböző táplálék kiegészítőkről és az egészségről Washington és Idaho lakosságának. Dr. Kinoin jelenleg Arizonában él, feleségével és kislányával. Walter Kinoin 2010-ben publikálta legújabb könyvét, a Clean, Green és Lean című könyvet, ami magyarul tisztán, zölden, soványan címmel. Szeretném bemutatni Dr. Walter G. Kinoint, mint írót. Nem másról, mint a leghíresebb és legolvasottabb könyve, bár nagyon sok ember nem ismeri, még Amerikában sem ezt a könyvet, teljesen más aspektusból vizsgálva a fogyás, illetve a túlsúly problémáját. Néhány szó a Clean, Green és Lean-ről. 2010 márciusában adták ki Clean, Green és Lean, nem más, mint Távolítsuk el a mérgeket, ami túlsúlyossá tesz bennünket címmel és témakörben. A világ leghíresebb természetes úton gyógyító doktora kiadott egy könyvet, ami meg fog tudni védeni mindkettőt, téged és a világot. Legalábbis megpróbálja ugye ezt megtenni. Clean és Green Lean, szabadítsuk meg a szervezetünket a mérgektől, ami gyakorlatilag az okozó az elhízásunknak, és tesz túlsúlyossá bennünket. Láthatjátok a kiadót, ez márciusi kiadása. $25-ba kerül az ára. Dr. Walters itt nagyon bemutatja az olvasóknak mindkettőt egy időben, hogy veszítsenek a súlyukból és érezzék magukat. Jó, legyenek egészségesek a hagyományos kalóriaszámláról, legyenek egészségesek a hagyományos kalóriaszámláról fogyókúra, komplikált étrend betartása, vagy akár a rendszeres sportolás nélkül. A Clean, Green és Lean című könyv a hamarosan remélhetőleg magyar nyelven is első között az európai országokban magyar nyelven fog megjelenni, általam szponzorálva Bújusó Ferenc Mitogenics Heaven Ltd. tulajdonosa által. Dr. Walter Kinoin természetes alapú gyógyító doktor és táplálékgyógyszerész megmutatja ebben a könyvben, hogyan válogatsz össze, mit kell eltávolítani az érkezésedből, hogy tudsz tökéletesen méregteleníteni, hogy mit kell a környezetedre változtatni az otthonodban ahhoz, hogy megszabadulj a nem kívánatos plusz súlytól és mérgektől. Ez a könyv meg fogja mutatni, hogyan leszel képes megszabadulni a nem kívánatos egészség problémáitól, mint például a különböző allergiák, krónikus fáradtság, autoimmun betegségek és még sok más különféle mérgekhez köthető súlyos vagy általános betegségekben segíteni, és azt is meg fogja tudni mutatni, hogyan tudod az életenergiádat, életkedvet visszanyerni. Ez a könyv megoszt mindenkivel egy nagyon hatékony programot, hogy egészséges tud lenni, ezáltal, hogy eltávolítod a mérgeket a testedből, és mindez csak 30 nap alatt. Aki erről a 30 napos programról bővebbet szeretne tudni, azt kérem, vagy olvassa a könyvet, vagy pedig keressen meg engem, és segítek ebben a dologban. Néhány idézet néhány szerzőtől, illetve orvostól. Most már egy éven túl látom Dr. Walter Kinoin a szószoros életében, hogyan adja vissza a páciensei életét, gyakran egy happy enddel, ami másképpen végződő, sajnálatos történet lett volna, ahonnan hiányzott egy helyes diagnózis, aminek halál is lehetett volna a vége. És sok ezer fölöslegesen kifizetett dollár. Megtisztelően nagy örömmel mutatom be neked ezt a nagyszerű első könyvét Dr. Kinoinnak, nem mástól, mint Dr. Peter G. D. Adamtől, az írója az Eat Right for You Type, edd a vértípusnak megfelelő könyv szerzőjét vagy. Clean és Green
egy forradalmian új megközelítés a fogyókúrázásnak. Egy időben tudsz súlyt veszíteni és megóvni környezetedet, ez egy fantasztikus dolog. Fred Pescatore, medikál orvos, tehát ugye medikál doktor, írója a Hampton diétának. Média megjelenések Walter G. Quinoin-tól, népszerű előadója a természetes alapú gyógyítás területének. Dr. Walter Quinoin rendszeresen szerepelt a médiában, három alkalommal lépett fel Barbara Walter műsorában, az ABC csatornán, a The View-ban is hetente jelentkezett rendszeresen egy egészségügyi csatornán, a Northwest Rádió csatorna híreiben. 1999-2003-ig. Naprakész információkat, tápláléki kiegészítők és az egészség témakörében. Naprakész információkat adva így Oregon, Washington és Idaho államban élőknek. Dr. Walter Quinoin legújabb könyve a Clean, Glean és Lean címmel, Távolítsd el a mérgeket, ami túlsúlyosan tesz címmel, kiadva lett ez 2010 márciusában, részletezve dadmo.com, Dr. Peter D. Adamo hivatalos oldalán és vértípus diéta oldalakon. További megjelenését a következő oldalon tudod megnézni, a clinionmedical.com, média megjelenését Dr. Walter Quinoinnal, vagy interjú kérésért kérem írjon e-mailt nekem, Bújcsi Ferenctek a martigenx.info@gmail.com-ra ideiglenesen erre az e-mail címre, ami a hivatalos e-mail cím, mert nem tudom megadni. A rádió megjelenései, Rádió Show Healing Naturali, Dr. Quinoin, reggeli műsora 96-tól 2001-ig, heti TV fellépés Healing Naturali címmel, természetes úton gyógyulni, Northwest Rádió péntek reggel 99-től 2003-ig, három alkalommal volt vendége Barbara Walter műsorában az ABC-n, a The View-ben, 2000 február, április és májusában vendégszereplése volt a Good Morning Arizona, Arizona csatorna 3-as csatornáján 2005-ben. Új média megjelenés, blogja a Huffington megjelenés 2010-től a napjainkig. Különböző kiadványokban szerepelt, nőnapi interjú 2004-ben, alternatív orvoslás interjú 2005. január, természetes alapú megoldások interjú 2008. májusa. Tapasztalások méregtelenül érkezni és fogyni. Egy gondolat a doktortól, míg igazából így nem nagyon látszik, hogy ha organikus ételeket eszel, meg tudja változtatni az egészséget, valójában ez így igaz. Kaptam egy levelet egy olyas valakitől, akivel valójában sohasem találkoztam személyesen, bár olvasta egy cikkemet arról, hogy milyen kedvező hatása van organikus ételeket enni Walter Quinoin által. 2008. december 21-en vasárnap. Kedves Dr. Quinoin, a múlt szeptemberben elindultam egy egészséges úton, ami ide vezet, ahol ma vagyok. Kezdtem nagyon megbetegedni, amikor rátaláltam Dr. Walter Quinoin cikkére, véletlenül rengeteg tünetem volt, ami kezdődött a bal hüvelykujjam vízketésével, ami nem maradt abban majdnem 3 hónapig, mert az éjszaka arra ébredtem, nagyon magas volt a pulzusom, szinte remegtem. A pulzusom ebben az időben majdnem 230 volt. Attól az éjszakántól fogva megváltozott minden, 90-nek kellene lenni általában, amikor álltam, felment, úgy 150-re, amikor indultam, 200 is volt néha. Ahogy az emeletre akartam menni fürdőbe zuhanyozni, alig kaptam levegőt. A gyermekeimmel játszani majdnem lehetetlen volt, elmentem néhány helyi orvoshoz, amit mondani tudtak az az, hogy szorongás és szükségem van antidepresszánsra. Végezetül elmentem Clevelandbe, egy szívklinikára, és meglátották, hogy színusz tachidarkiám, IST van. És adtak béta blokkolót, bár azt is mondták, egy kezdődő autoimmun betegség is lehet, így a gyógyszer nem sok jót fog tudni tenni, szóval próbáljak meg ezzel együtt élni. Így megpróbáltam pozitív maradni, és amikor visszajöttem, kerestem egy kardiológust, aki kezelt már ilyet. Az állapotom elkezdett rosszabbodni, a memóriám romlott, a látásom is romlott, és a hallásom szintén. Voltak napok, amikor nem tudtam menni, sőt, még a kardiómat felemelni sem. Kezdtem szétesni, kerestem egy belgyógyászt, aki azt mondta, kezdődő multipla szklerózis, vagy reumatoid artritis, vagy valami hasonló azon a vonalon. Minden eredményem negatívan jött vissza, lámkor tesztem is. Azt mondták, fibromialgia, vagy valami fejemben képzelődöm. Teljesen elveszettnek éreztem magamat. Egy este interneten kutattam információért, mint ahogyan gondolom te is, vagy ön is rátalált erre a videóra. Krónikus betegségek után, mikor rátalált dr. Walter Quinoin egy cikkére az organikus ételekről, olvastam az állítást. A legsúlyosabb beteg páciensem, akit valaha is láttam a teljes praktiszom során, a legnagyobb organikus kertet építette.
Abban a pillanatban nem gondoltam sem életre, sem vízre, és mit sem tudtam a növényvédőszerekről, amiket a napi ételemmel magamhoz vettem. Elolvastam azt a cikket jó párszor, mivel úgy ütött fejbe, mintha fejbe dobtak volna téglával, aztán lementem a konyhába és kidobtam mindent, ami nem organikus, és másnap reggel vettem 100%-ban organikusokat. Elolvastam az organikus ételek másik oldalát is, és először éreztem egy kis reményt. 2 hét organikus étel evés után valami csoda dolog történt, amikor álltam, a púzusom normál volt, a ritmuszavar kezdett megszűnni, és elérte azt, amikor nem éreztem. Ez mindössze 2 hét után történt. Hívtam az orvosomat, azt mondta, a púzus megváltozott az étel kicserélésétől, akkor a bajom nem lehet ijesté. Akkor valami mástól van, amint én valójában már tudtam, csak nem tudtam, mi az pontosan. Később a doktor antibiotikumra akart tenni, de állandóan a fejembe járt az a cikk, és ha az organikus ételek az okozója, amitől jobban vagyok, akkor mi az, ami nincs bennük, amitől nem kapok szörnyű szívdobogást, amivel már 6 hónapja élek együtt, hogy tud engem egy szintetikus antibiotikum vagy más dolog segíteni? Ez a szó vitt keresztül ezen az úton, el tudom mondani, hogy az a cikk az életemet mentette meg, és indított el egy egészségesebb úton, és értettem meg egyre jobban a dolgokat. Szeretném csak megosztani ezeket a szavakat, akárki is fogja meghallgatni, vagy nem, hiszi vagy sem. Rengeteg jó dolgot tudok tenni az egészségemért, de a legfontosabb az organikus ételek és tiszta víz. Hála Isten, kigyógyulóban vagyok a lánykorból, és úgy fogok élni, ahogy tanultam, ez nem egy választás. Köszönet azért a cikkért, akkor talált rám, amikor a legmélyebben voltam, elveszettnek éreztem magam, és ez volt a fény az alagút végén. M. Double, Front Royal, Virginia. Következőben a Clean Green és Lean című könyv történetéről fog beszélni, illetve hát pontosabban olvasni dr. Walter Kinoin életéből. Mit is jelent a Clean és Green és Lean? Amikor dr. Walter Kinoin elkezdett természetes alapórvoslással foglalkozni, tisztítással, méregtenyítéssel fókuszált elsősorban, detoxikálónak hívták a klinikáját, a páciensei a Bellevue-i Washington szélén lévő klinikáján, ahol megnyitotta a Seattle területe. Aztán azt kezdte észrevenni, csodálatos dolgok kezdtek történni. Azt vette észre, hogy elkezdte a betegei szervezetéből eltávolítani a környezeti méreglerakodásaikat, az egészségük drámai gyorsággal kezdett javulni. Ez megegyezett az ő hitével és meggyőződésével, vagyis, hogy létezik a szervezet gyógyító ereje. Minden, amit tennie kell, csak segíteni a betegét, növelni a méreg kiválasztását és csökkenteni a méreg bevitelét azzal, amit esznek, isznak és beélegeznek. Ahogy a méregtől túltejtődött szervezetünkben elkezd csökkenni a méreg koncentráció, elkezdenek csökkenni a mérgező effektusok a sejtekben és a szövetekben egyaránt, ahogyan az előjött, úgy is fog elmúlni. És elkezd a szervezet úgy működni, ahogy annak működnie kell. Dr. Kinoin arra jött rá, ahogy egyre nagyobb gyakorlatot szerzett a természetes táplálék gyógyászat területén, nem volt szüksége nagyon sok, nagyon különböző kezeléseket alkalmaznia, különböző egészség problémák esetén, amivel megkeresték. Még azoknál sem, akik ezek közül rengeteg kezelésen vettek már részt, a súlyos problémájuk miatt akár éveken keresztül is jó néhányuk a legalternatívabb és legjobbnak vélt megoldásokat alkalmazva sem jutottak eredményre. Ezek helyett csak arra koncentrált, hogy mielőbb is minél hatékonyabban eltávolítsa az életük során lerakódott szervezetüket, súlyosan mérgező környezeti mérgeket. Amikor a lerakódás elkezd kiürülni, a szervezet elkezd újra helyesen dolgozni, ahogy annak kell. Ahogyan a teljes méreganyag eltávozott a szervezetükből, a páciensei egyre jobban és jobban kezdték érezni magukat, jobban, mint valaha. A páciensei elkezdtek drasztikusan súlyt veszíteni, úgy, hogy közben szinte semmiben nem változtatták meg az életvitelüket, nem fogyókúráztak és nem is mozogtak többet. Az energiájuk kezdett visszatérni. Dr. Walter rendszeresen hallotta ezeket a szavakat, dr. úr legalább 10-20-30 évvel fiatalabbnak érzem magamat. Fontos pontok. Szervezetben lerakódott mérgek, mitokondriás mérgezés, a cukorbetegség elhízás. Mindannyian mérgezettek vagyunk, állítja dr. Walter Kinoin. Sokszor én is hallom, ugye, hogy hát én benne, én egészséges vagyok, nekem semmi problémám nincsen. Hát sajnos, ahogy ezt nekem mindig szoktam mondani, mindenkibe ezek a mérgek le vannak rakódva. Akár hiszi, akár nem, és előbb-utóbb nem lehet tudni, hogy mikor változtatja meg az életünket. Tehát
A világ minden pontjáról érkező különféle tanulmányok azt mutatják, mindannyian hordozunk magunkban környezeti mérgeket, kemikáliákat, xenobiotikumokat. A testünket túltelített mérgek elsősorban xenobiotikumok és azok metabolijai, amik minden generációban megtalálhatóak. Viszonylag nagyon kis számban mérhető csak ki az emberi szervezetben azokból a több ezerféle kémiai anyagokból, amit nagyon nagy mennyiségben használunk hétköznapjainkban. Az emberi zsírszövetből az USA-ban több mint 700 ezer vegyi anyag kémiailag nem azonosított. Jól olvastátok, nem elírás, 700 ezer vegyi anyag kémiailag nem azonosított. A legtöbb mindenütt jelenlévő, mind a formaldehid és az organofoszfát tartalmú rovarőrös szerek nagyon gyorsan kiválasztódnak a szervezetből és nehezen halmozódnak föl. A klorinétett tartalmak, mint például a DDT vagy a PCB rovarőrös szerek, az USA Környezetvédelmi Hivatalának ugye gyermekvédelmi linkeit láthatjátok, aki ugye ezeket a linkeket meg szeretné nézni, kérem kérje ezt a videófilmben dokumentum formában, és meg fogja tudni nézni ezeket. Igazából most nem mennék ennek részletei bele, higgyétek el, hogy emögött levő linkek eredeti amerikai oldalakról tartalmaz információt. Mint zsírban oldó és szétszóródó képességgel bírnak, és rendesen ellenállóak az anyagcsere folyamatnak és kiürülésnek a szervezetünkből. Ezek az összetevők biológiai felhalmozódások idővel rengeteg halmozódik fel. Rengeteg tanulmány bizonyítja, hogy minden emberben és állatban egyaránt megtalálható a világon. Rengeteg erőfeszítéseket tesznek az USA-ban azért, hogy felmérjék, mi a teljes méregkészlet az emberi szervezetben, és a DCD, vagy a Centers for Disease Control and Prevention, betegség megelőző központ magyarul, el is kezdte a méréseket. Az első nemzeti riport erről a mérésről a DCD 27 különböző összetevő mérget azonosított. A DCD tesztel 13 különféle nehézfémre, bár arzénra nem. Kotin az egy metabolitja a nikotinnak, a 6 különböző organofoszforusz tartalmú rovarőrszerre, OP-nak nevezi. Ezek a metabolitjai és 7 pitalétes plasticizers, például a PVC, tehát különböző műanyag és annak metabolitjai. Ezek a tesztek olyan emberektől lettek levéve, akik általánosságban véve egészségesek voltak, és tudomásuk szerint nem voltak kitéve kémiai anyag okozta mérgezéseknek a hétköznapi életükben, magyarul egészségesnek gondolták magukat. Egy pici jó hír az volt ezek a mérések között, az 1 és 5 év közötti gyerekek vérólom szintje csökkent 2,7 mikrogram per deciliterről 91 és 94-re, 2-re. Bár szintén ezen idő alatt a kotinin szintjük emelkedett 75%-kal. 99 nehéz fém beleértve az ólom és a higany, 3 OP organofoszfát metabolitja és 3 patalit metabolitja széles körben került elő. A második riport 2 évvel később lett publikálva, és meghosszabbították az előző listát további 89 összetevővel, így összesen 116 lett az 1999 és 2000 év között. A második riport tartalmazott dioxinokat, furán, az aromás illékony, kőolaj származék, polyclic aromatic hydrocarbons, például előfordul szénben, kőolajban, naftalinban, vagy előfordul a barbecue sütés közben, az ételen, füstölt halak, stb. PAX-nak hívják, az égés közben alakul ki herbicides, gyomírtószerek, karbaméc, uretánsz, például orvosi műanyagok, eszközökben, orvosi eszközökben, volt állatorvosi segédeszközöknél, karcinogéneknél Japánban, ampulában adták be fájdalom esetén műtétkor. A rovarőrösszerek még több organofoszfát tartalmú rovarőrösszerekből, ideértve klorofil rossz, kristályos organofoszfát termékként ismert Durszámban, Lorszámban és a Renault-ban. Az idegrendszerrel ható súlyos mérgek rovarőrök például millió kilométereket fertőztek meg természetben élő lazac területeket. Ezek a környezet legsúlyosabb mérgező vegyi anyagok, még ezeket 2007-ben is használták, pedig be voltak tiltva. Hát innen ugye mérgezett halak, hogy honnan és miért veszélyes például lazacot enni, vagy például a tonhalat, vagy karthalat. Ezekről másik videófilmben. Pitoesztrogének, műesztrogének, diétás esztrogén meddőség okozója, például organoklorin, rovarőrszerek, klór, például alapja a vinilklorinnak is.
A harmadik riport 2005-ben volt kiadva, ehhez piretroid insekticides, speciális gyors rovarőrök, például hangya, szúnyog, csótány, poloska, stb. Ülésre alkalmazott rovarőrőszer lett hozzáadva, és további különböző mérgekkel növelték a listát. A harmadik riport is 148-ra emelkedett, azoknál a személyeknél, akiknek nem jeleztek, úgymond egészségesnek ítélték magukat. Tehát így 148-ra emelkedett az összxenobiotikumok száma. Meglepően annak ellenére, hogy mindenütt jelen vannak ezek a mérgek, a talajvíz mindenhová elszállítja a rákkeltő anyagokat, arzént ennek ellenére nem találtak ezekben a tanulmányokban. Új riport minden második évben publikálva lesz a bővített méreglistával. A második riport, PAH, ennek az értelmét kérjétek a videófilm dokumentációt, és meg tudjátok nézni. 14 metabolitja volt megtalálható, igazából méreganyag rövidítés, abban a 14-ben a következő 5 volt folytonosan jelen, például a 2 hidroxifluorin, az 1 hidroxipenantrén, a 2 hidroxipenantrén, a 3 hidroxipenantrén, az 1 hidroxipirén, míg a 6. összetevő volt a 3 hidroxifluorin, majdnem mindegyikben megtalálható. A második riportban szintén megfigyelhető volt a trend kotinin esetére a metabolitja a nikotinnak, például a piaca az LTS Environmental Tobacco Smoke felfedezéséhez. Az előző évtizedekhez képest majdnem kétszerese volt a gyermekekben, mint a felnőttekben, magyarul a nikotinból származó méreganyag szintje. A CDC, Centers for Disease Control and Prevention, betegség megelőző központ kutatók továbbá mérték patalét, metabolitokat, és találtak monoetil patalét, monoN-butil patalét, monobenzil patalét kis mennyiségben, például mono-2-etil, etiexil patalét volt elsőlegesen, amit találtak, és monociklohexil, monoizononil és mono-N-oktil patalét viszont nem volt annyira számottevő mértékben. A testvér összetevők, amik a kevésbé jellemző patalétek metabolitjai tartalmazzák, többnyire kozmetikumokban voltak megtalálhatók, esőben és ragasztóban fordult elő, talán ezért volt annyira kis mennyiségben megtalálható. Néhány gondolat ennek a végéhez, hogy sokan jelezték, hogy hú, hát ez rettentő tudományos nyelven van írva, és hát nagyon hasznos, de hát most ezzel mit kezdjek. Ezzel semmi más nem kell tenni, mint azt, hogy a professzor gyakorlatilag azokat a speciális méreganyagokat kutatja, ami ránk, az egészségünkre, az immunrendszerünkre, a szervezetünkre hat, minden egyes területén, és azt kutatja, hogyan lehet ezeket eltávolítani, mindegy, hogy hogy nevezik ezeket, és mennyire bonyolultan. A lényeg az, hogy ő tudja, hogy melyik az, és melyek azok, amiket el kellene, hogy távolítsunk, és azokat hogyan tegye. Ebben rejlik a sikere. Folytatom tovább. A legátfogóbb tanulmány, ami sokkal kevesebb emberben állt, 9 egyénből 210 különböző kémiai anyagba lettek megvizsgálva. A 9 alávetettnél általánosan 94 különféle méreg volt megtalálható, amik a következők voltak. 76 kémiai méreg súlyosan rákkeltő, mind emberekben és állatokban egyaránt, általában 53. 94-nél volt kémiai méreg, 94, mind a 94 kémiai méreg volt, ami az agy részére és az idegrendszer számára általánosságban 62. 86 kémiai méreg akadályozza, zavarja a hormon működését, általában 58. 79 kémiai méreg felelős születés rendellenességét, abnormális fejlődési dolgokért, általában 55. 77 kémiai méreg, ami szaporodási rendszert károsítja, meddőség okozója, általában 55. 77 kémiai méreg pedig súlyosan károsítja az immunrendszert, helyes működését, általában pedig 53. A fő kémiai anyag csoportja leggyakrabban volt megtalálható abban a 24 osztályban, ami súlyosan szervezetet támadó kémiai összetevőket tartalmazott. Amikben megvizsgáltak közül 77 összetevő megtalálható. Ezek a méregosztályok közé tartoznak jól ismert nagy cégek oldószerei, gázolaj összetevők, mint például a xilén, az etilbenzén, ezeket az anyagokat nagy mennyiségben használják különféle festékek, ragasztók, különféle gátlóanyagok, mint például víztaszító, lepergető, tűzálló, penészgátló, és egyéb algagátlók és egyéb anyagok között. A folyamatban levő kísérletek rámutatnak olyan összetevőkre is, amiket előzőleg nem vizsgáltak, mint például a patalétek PBD-je,
Tűzállóba tevő anyagok, ezek az anyagok megtalálhatók voltak már a sokkulóan ható például az anyagtejben is. Tehát sokan kérdezik ugye, hogy gyermekei, hogy lehet, hogy a született gyermek már éppenséggel nagyon kisgyermekkorban súlyos betegségben szenved, rák, cukorbetegség, viselkedésbeli zavar, egyéb idegrendszeri károsodás. Hát innen ezek a mérgek már megjelennek az anyatejben is. Még nem kifejezetten volt kimutató minden emberi vérben nagy általánosságban, de ezek szintje folyamatosan emelkedik idővel. Habár a PCB mérgek száma csökkeni látszik, az elmúlt 10 évben PBD és mértéke pedig növekszik. Például érdekesség, hogy a médiában dolgozó nők vérében mérték a legmagasabb PBD-je értéket, 43 ppb, és a férfiakében pedig 25,1 ppb mennyiségben. PBD-je legnagyobb mennyiségben származik főleg a ház körüli porból és az ételekből. Érdekes módon. Egy másik hasonlóan nem nagyon vizsgált összetevőt nézve, ezeknél az egyéneknél, amiket még nem nagyon mértek előzőleg a parabének, ezeket elsősorban antimikrobikus megelőző anyagok kozmetikumokban, gyógyszerekben és ételekben. Ezek most már több mint 96%-ban megtalálhatók a tesztelt egyéneknél. A mérgek, amik mindannyiunkban már megtalálhatók, leggyakrabban már köztudottak, mint persistent organic pollutant, állandó organikus szennyező anyagok, vagy POP-k, köztudottan mind mitokondria mérgek. Minden egyes sejtben, az emberi testben szükséges energiatermelés, hogy a helyes működést biztosítani tudják ezáltal a sejteknek. Ahhoz, hogy ezt a szükségletet el tudják végezni, minden egyes sejt fel van szerelve egy sejtszervecskével, amit mitokondriának hívunk, ami valójában termeli azt az energiát, ami minden egyes sejt számára szükséges. A mitokondria magához veszi az üzemanyagot, és elégeti termékké, amit hívunk ATP-nek. Amilyen hosszan a mitokondria helyesen működik, azok olyan hosszan, annyi ideig képesek elvégezni a speciális feladatukat úgy, ahogyan azoknak működnie kell. Amikor a mitokondria nem tud ATP-t termelni, nem csak a feladatok elvégzésében csökken a teljesítménye, hanem egyszerűen korai sejthalálhoz vezet, annak a hiánya más néven apoptózishoz. Legújabb mitokondria kutatások azt bizonyítják, hogy a mitokondria helytelen működése jó néhány krónikus betegséghez vezet, ideértve cukorbetegséget is. A cukorbeteg egyéneknél és azok gyermekeinek vázizom mitokondriáik, vázizom sejtmagjaik súlyosan alulműködnek. A tudósok között folyamatosan vita van van a között, melyik van előbb, a mitokondria alulműködés vagy a cukorbetegség. A tény még várat magára ugyan, de mind a kettő szorosan összefügg egymással. Továbbá ismerünk többszörösen környezeti mérgeket, amik kifejezetten mitokondria mérgek. A legnagyobb számban levő mérgek, amit CDC, Centers for Disease Control and Prevention, Betegség Megelőző Központ és az EWG, Environmental Working Group, Környezeti Védelmi Csoport már megtalált, minden egyes vizsgált emberben ismert mitokondriát roncsoló anyag ideértve higany, arzén, kadmium, ólom, tálium, organoklorin tartalmú rovarőrszerek, PCB-k, poliklorinéter, bifenils, szintetikus kemikálok, dioxinok, aromás kőolajszármazékok, hidrokarbonz, égésből származó anyagok, különböző bevonatok, megelőző, mint tűz, vízlepelegető anyagok, gombölők, penészgátlók, és a patarészek, lágyító, bőrpuhítók, stb. Szóval, mi többszörösen mérgezve vagyunk, ami köztudott a mitokondria diszfunkciót okoz. Amikor a mitokondria nem működik tökéletesen és nem termelődik megfelelő mennyiségű energia, így a sejt működési hibája miatt nem képes elvégezni a tökéletes munkáját. A fáradtság aspektus nem tudjuk nem tudomásul venni, és jó néhány tanulmány figyeli a tüneteket. Például a kémiai anyagokkal dolgozó egyéneknél rendszeresen figyeltek meg fáradtság érzést, és ez a leggyakoribb a fő 5 panasz között. Szintén tudjuk, hogy például túlsúlyosnak lenni a legnagyobb rizikófaktora, hogy cukorbeteg legyen az illető, és a cukorbetegség megjelenéshez összeköthető a környezeti mérgek összetevőjének jelenlétével. Cukorbetegség és a túlsúly visszafordítható, ahogy a mérgek lerakódásait csökkenteni tudjuk, ez igazoltan klinikailag tény. Amikor PCB mérgek csökkentek egy ausztrál cukorbeteg férfi szervezetében, nem csak az inzulin használóknál volt látványos javulás. Ez a férfi szintén leadott a súlyából 18 kg-ot, majdnem 20%-át a teljes testsúlyának. Amikor PCB koncentráció lecsökkent a mitokondriáiban, akkor képes volt újra tökéletesen működni, és egyszerűen megszűnt cukorbetegnek lenni. Amikor mitokondriái tökéletesen tudnak elkezdeni dolgozni, a lerakódott zsírokat, üzemanyagot elkezdte elégetni, ahelyett, hogy elkezdte volna azokat lerakódni.
Különböző író feltételezte azt, hogy testünk, mikor súlyt feszít, védi a szervezetünket a mérgek lerakódásától egyben. Bár annak nagyobb valószínűsége, hogy a méreg lerakódás mérgezi a mitokondriát, ami vezet az elhízáshoz, úgy, ahogyan más egészség károsodáshoz is. A könyv végig fog vezetni a mérgekhez köthető egészség problémákon, és segítséget fog adni abban, hogyan lehet ezeket a mérgeket tökéletesen eltávolítani a szervezetünkből. Referenciáit itt láthatjátok, most ezt én nem részletezném. Aki akarja, elkéri tőlem ezt a dokumentumot, írjon e-mailt, és el fogom küldeni nagyon szívesen, akár az eredet is, aki azt gondolja, hogy esetlegesen én itt félrebeszélnék. Dr. Volt egy kínai életrajza, szintén arra kérek bárkit, orvos vagy szakembert, aki az orvos címére, e-mail címre, telefonszámára lenne szükség, esetlegesen beszélni szeretne vele, ezt jelezze nekem, én ezt az igényt elő fogom terjeszteni. Tanulmányai. University of San Francisco, Biology, 1975, Bastyr Egyetem, formerly John Bastyr College of Naturopathic Medicine, Bastyr Egyetem, vagyis Bastyr természetes alapú orvoslási egyetem. Természetes alapú, 1982, természetes alapú orvostudományi egyetem, Naturopathic Medicine. Különböző engedélyek és licenszek Washington és Arizona államra, tanári kinevezések Southwest College of Naturopathic Medicine, vagyis a Southwest College természetes alapú orvostudomány, Professorship and Chair of Environmental Medicine Department 2003-tól a jelenig professzor és elnök a Környezeti Orvostudományi Tanszéken 2003-tól napjainkig. Egyetemi docens adjunktus és Környezeti Orvostudományi Tanszék fakultációs karán. Egyetemi docens a Bastyr Egyetemen. 19 idős emberek kezelése 1989-98-ig 2002 a többszörösen mérgezett egyének szakértője, mint például az allergiák alapjai, Clinical Ecology területen. Környezeti orvostudomány 94-től 2005-ig, környezeti közegészségügy 1995-től 98-ig. Vendégelőadó Bastyr Egyetemen, szenvedélybetegségek, rendellenességek osztálya 90-től 97-ig. Docens természetes alapú Nemzeti Orvostudományi Egyetemen, környezeti orvostudomány tanít 99-től 2005-ig. Docens adjunktus a Bridgeport Egyetemen, természetes alapú orvostudományon. A környezeti orvostudomány 2002-től 2005-ig gyakorlatait, vagy praktizálását láthatjátok itt a következőkben. A privát praktiz 98-tól 2002-ig, alapító a Northwest Gyógyító Centrumának 1983. januárjában. Szövettisztító és helyreállító programot kezdeményez 1987. decemberében hivatalosan bejegyezve, mint természetes úton gyógyító klinika. A természetes úton gyógyító klinikát el lett adva a Hyperbaric Oxygen és ön cégnek 2001-ben. Privát Practice az SNMC név alatt Scottsdale-ben 2004-től napjainkig. Különböző orvosi egyesületek tagja, a Washington természetes alapú gyógyító orvosok tagja 1983-tól 2003-ig, amerikai természetes úton gyógyító orvosok tagja 1989-ben, különböző tagságai és irodái, titkárság Washington természetes alapú gyógyító orvosok szövetségében, alapító a Bastyr Egyetem öregdiák egyesületének, Bastyr Egyetem igazgatói tanács tagja, képviselő az amerikai természetes alapú gyógyító orvosok szövetségének, a Sierra Club tagja, ez egy természetvédelmi egyesület, tagja a Northwest Alternatív Rovarirtószerek koalíciójának, tagja a Western Washington Közleti Mérgek Koalíciójának, tagja a Nemzeti Mérgek Elleni Védelmi Erőforrások Tanácsának, tagja a Szérlő Ütős Társulatának, mint hobbi, szerkesztői vezetőségi tag a Táplálék és Gyógyászati Kiadványnak, szerkesztő vezetőségi tag az Egészségügyi Jogász Magazinnak, szerkesztő vezető az Alternatív Gyógyszerészeti Folyóiratnak, megbízott előadó az Amerikai Természetes Alapú Gyógyító Orvosok Szövetségének. Előadó és tag az Amerikai Természetes Alapú Gyógyító Orvosok Szövetségének 98-tól 2000 között. Különböző médiai megjelenései, a heti rádiósó, a Healing Naturali, vagy Gyógyult Természetes Úton, dr. Kirinoina 96-tól 2001. októberéig. Heti tévé megjelenések, a Healing Naturali, a Gyógyult Természetes Úton, szintén Northwest Cable,
Péntek reggeli műsor 99. júniusát, szeptembertől egészen 2003. júniusáig. Vendég az ABC-n, a The View műsorában 2000. február, április és májusában. Vendég előadó Good Morning Arizona Channel 3 2005-ben, interjúk a következő magazinok cikkében, Women's Day és a Nőnap január 4, Alternative Medicine, Alternative Orvoslás január 2005, Natural Solution, természetes alapú megoldások 2008. májusa. Önkéntes tevékenységei különböző charity alapítványoknak, Seattle Világ Dobos Egyesület, Világ Ritmus Fesztivál, mint koordinátor, Seattle hulladék újrahasznosítási programban részt vett, az Arizona közegészségügyi környezeti jogalkotás és felülvizsgálás A-tól Z pontokig előadó ezeken a konferenciáikon 2006-ban Tempében. Speciális díjak, Outstanding Young Man of America, kimagaslóan tehetséges amerikai fiatal, kikicsoda az orvostudományban, a legjobb önálló kutató, magánkutató az orvosi területen 1998 és 2002-ben. Amerikai Természetes Alapú Gyógyító Orvosok Egyesületének legjobb orvos díja, ezen belül 2004-ben. Különböző publikációi, csak néhányat említek, mérőható áttekintés a környezeti mérgek hatásai az idegrendszerre, niacin használata igazán hatásos-e a Hubbard méregtenyítési módszerben, Candida a táplálékkiegészítők felüli megközelítése, méregtenyítési útmutató, gyermekkori fülgyulladások okai, táplálkozási változtatások a szívbetegségek megelőzéséért, második, harmadik rész, őszi gyermekkori immunrendszeri problémák megelőzése, evéssel elkerülni a szénanátát, előzd meg a migrént, mielőtt az előz meg téged, miért nagyon nehéz az allergiát észrevenni és felismerni, élni a veszélyes világban, az organikus ételek igazán egészségesek, neked szükségesek ezek? A természetes alapú orvoslás, króm enyhíti a cukor negatív hatását a koleszterinen, cukorbetegség és öregedés. Alapvetően a máj a kulcs a veszélyes korunkban, jobb élet az organikus ételekkel, a környezeti mérgezettség és természetes alapú gyógyítás szövettisztítása. Természetgyógyászat a 21. században, 1988 gyógyító klub. Táplálkozási alternatív a Ritalin gyógyszerig, az egy nagyon erős gyógyszer, attól azaz kezelni az okot és nem a tüneteket, tehát inkább a táplálkozás, mint gyógyszer. Belső levegő minősége, mint egy faktor a vegyszerekre érzékenyeknek lenni, és környezeti hatások megbetegedései. Eredmények az elmúlt 10 év természetgyógyászi kezeléseinek a környezeti megbetegedések kapcsán, környezeti természetes alapú orvoslás, környezeti orvoslás első rész a humán környezeti mérgek lerakódásai és azok egészségére gyakorolt hatása. Egészségi hatások és megelőzés a levegőben levő szennyeződésektől. Hosszú távú hatások a krónikus higany szennyezettségtől, növényvédőszerek biológiai mindenütt megjelenő és ott lévő mérgek. Újító, nem gyógyszeres kezelés megközelítés a bipolár betegségek kezelésére, avagy ADD depresszió gyermekekben, és túlélő stratégia a szülőknek a bipoláris zavarban szenvedő gyermekek esetében. Report természetgyógyászati orvoslás nemzetközi kiadvány, nyár 2005, összetevők a gyakorlati klinikai méregtenyítő programban, szauna és egyéb eszközök. Módosított citrus pektin hatékony eszköz általában a nehéz fémeket az emberi szervezetből. Előnyök az elő- és utóvizsgálat vizeletből első rész, második rész. Anyai xenobiotikumok, amik hatással vannak a gyermeke fejlődésére és egészségére, vagyis különböző mérgek, amik már az anyától a gyermekek vérébe kerülve súlyosan károsítják már a gyermekeket gyermekkorukban. Tehát már mérgekkel születünk. A klorinített növényvédőszerek, amik fenyegetik az egészséget, és fontosak felderíteni azokat. Különböző előadások, prezentációk. Northwest természetgyógyász orvos éves konferencia 90, környezeti mérgek és természetes alapú tisztítás 94, szilikon egészségre gyakorolt hatások 2004, káros környezeti szennyezőanyagoknak hormon rendszeretet hatásai 2008, növényi összetevők és természetes orvoslásban. Amerikai Természetgyógyász Orvosok Egyesületének éves összejövetelei 90, 1990 környezeti betegségek, TIDE szindróma, hosszú távú fizikai hatások a gyermekeken,
94 szilikonmérgezés, 95 természetes alapú kezelés ADD, ADHD részére hiperaktivitás magyar területen. Kiadott 10 éves tanulmány, természetes alapú méregtelenítés, 96. 97 természetes megközelítése napjainkban járványszerűen terjedő asztmának. 1998 Merrák és a klorinéted rovarőrös szerek kapcsolata és áttekintés páciensek tesztelése erre. Keleti parti konferencia Boston 1998 április. 1999 környezeti mérgek és a B sejtek rossz indulatú daganatok áttekintés és esettanulmányok. 2000 növényi alkoholok font orvosságok. 2001 genetikai polimorfózis és más módosult biotransformáció. 2004 nehéz fémnapok. DRS David Quig and Lyon Patrickkal. 2008 növényi összetevők használtak xenobiotikumok eltávolításához. 2009 hosszú távú egészséghatások az anyamékben a xenobiotikumoktól mérgezve. Oregon természetgyógyász orvosi tanulmányi szeminárium 95 esettanulmány a környezeti orvostudományban környezeti mérgezettség diagnózis felállítás. New Hampshire természetgyógyász orvosok egyesülete 2004 genetikai polimorfizmus faktorja a krónikus betegségekben. Ontario természetgyógyász orvosok egyesülete 2004 mitokondriális mérgezések összesített faktorok a betegségekben 2008 növényi összetevők használva csökkenteni a zsírban oldódó és szétszóródni képes mérgeket. British Columbia természetgyógyász egyesülete 2006 laboratórium kesztelés nehéz fémek elleni kezelésében nemzetközi tanácskozás egy férfi és annak környezetének kapcsolata a környezetével és kialakult betegségeivel. 95 növényi eredetű orvoslás, májfunkció és környezeti mérgek esettanulmánya. 1998 klorinéted növényvédőszerek, mellrák esetében tanulmány és visszatekintés tanulmányok. Amerikai Környezeti Orvostudományi Akadémia éves kutató orvosi ülés. 1996 immunrendszer támogatása növényi összetevők segítségével. 2006 nehéz fémektől való túltelítettség vizsgáltak 12 páciens idegrendszeri elégtelenségében. 2006 méregektől való megtisztítási terápiának a segítsége a Parkinson korban levőknél és az ALS betegségben levőknél az eredmény 12 ember esetében. Trone Research, D-vitamin kutatás, 2000 környezeti orvostudomány, Seattle, New York, Los Angeles. 2002 környezeti orvoslási kezelések függőségbetegeknek, Seattle, Washington. Éves idegrendszeri mérge konferenciája 2001-ben környezeti méregtelenítés, mint kezelés Parkinson korban és az ALS betegség betegek részére. Éves alternatív terápiák szimpóziuma és kiállítása. Egy napos szakmai gyakorlat, természetes alapú környezeti méregtelenítés. Első éves összevont orvosi konferencia és egészségügyi expo, összevont orvoslás, együttműködés, co-management, előrehaladt egyezmények. 2004 április 1-4 Fontainebleau, Hilton Research, Miami Beach, Florida, egy napos gyakorlat, környezeti természetes alapú méregtelenítés. Egyesített egészségügyi szimpózium New York, 2009. február mitokondriális mérgezés, szabálya az egészségben. Környezeti orvostudomány a klinikák részére általános kurzus, 2000. február Seattle, Washington, 2000. március Phoenix, Arizona, március 2. Honolulu, Helena, Seattle, Washington. Környezeti orvostudomány a Hawaii szigetek részére, 2003. július Honolulu. USA kongresszus, előadás információ, krónikus egészségügyi problémákról, amik eredményei az Exxon Valdez katasztrófának, ez egy olajszennyezés. 2004. márciusa. Amerikai előrelépés az orvostudományban, nehéz fém nap, előkonferencia, gyakorlat. 2003. április, 4. április, 5. április, 6. április, Las Vegas, Tampa, Dallas. 2008. április Hollandó, 2009. San Diego áprilisban. Orvosok tréningje a környezeti orvoslásban, 6 hónapos okleveles képzés, első osztály, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, 2001, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Egyetem az emberiségnek a 4 mesterkurzus konferencia születni egy rossz században, a szerencsétlenség a polimorfózisban és a mérgezett környezetben tempe. Az április 2005-17. Biotransformáció és méregtelenítés és hatása a környezeti egészségre nézve. Az orvosi használata a szaunának. 2006 április Tampa.
bioszakemberek konferenciája, a környezeti orvostudomány hogyan tud az egészségedre megőrizni ebben a mérgezett környezetben. A gyógyszerek a Föld konferencia részére Fekete-hegy Nordkalotna. 2007 krónikus idegrendszeri elégtelenségek és hogyan tudnak a természetes alapú gyógyszerek segíteni. 2007. Természetes gyógyulmódokat alkalmazva eltávolítani a nehéz fémeket az agyból. Természetes gyógymód kezelés gyermekeknek. Természetes terápiák, hogy újra energizálni tudjuk a testünket. Használata a növényi összetevőknek, hogy csökkenteni tudjuk a mérgek lerakódását. Természetes kezelések általános gyermekkori betegségekre, természetes alapú öregedés, késleltetés, egészségügyi ellátás középkorúaknak. Természetes alapú alapanyagú éleskamra előadás, Szériák, Belavú, Washington. Természetes úton gyógyulás, vegyszerekre érzékenység. DARE program, Kirkland JR Gimnázium, vendégelőadás 92, Egyesület erről adott női egészség megoldások meghívott kerekasztal résztvevőkkel 94-ben. Az Allergia Természetgyógyászati Akadémiája és Környezeti Orvostudomány többszörös kémiai anyag érzékenyeknek. Együttműködő csoport, nyilvános oktatási széria, fórum az ismétlődő stressz sérülésen 1995-ben. Arizona State University East. Vendégelőadó és tanár, emberi egészség tanulmányi programa 2006-ban. Szeptemberében. Mindezt fordította, szerkesztette Bújdosa Ferenc és én magam, a MyGenics amerikai cég hivatalos európai képviselőinek, vagyis a MyGenics Heaven Ltd.-nek a tulajdonosa. A MyGenics INC, mint Kft. Magyarul, egy USA cég tulajdonosának, Toru Ankira engedélyével. Az alábbi linkben Dr. Walter G. Crane eredeti angol nyelvű biográfiája vagy önéletrajza tekinthető meg, aki kéri, nagyon szívesen elküldöm. Nagyon köszönöm a megtisztelő és türelmes figyelmet, aki ennek a videónak a végére jutott. Azt gondolom, egy dolgot lehet, hogy túlságosan bonyolult kifejezéseket használt, ugye ez az önéletrajz, igazából röviden, összefoglalag egy dolgot kell tudni. Dr. Walter G. Crinoin a legtapasztaltabb, gyakorlati tapasztalt méreg, környezeti méreg szakember. Ezen belül magánklinikáján ezeket a speciális szervezetünket súlyosan károsító méregeknek az eltávolításában a legnagyobb gyakorlati tudással rendelkezik. Több mint 30 éves kutatói munka áll mögötte, és a termékei pedig egyedülállók a táplálék kiegészítő piacán, ugyanis ahogy a doktor nekem szokta mondani, hogy ezeket a termékeket nem üzletembereknek tervezte, ezért kérem, ne ezzel a szándékkal közelítsen, akik közelíteni szeretne. Szakemberek jelentkezését természetszerűleg várnánk, ugyanis megindult az Európai Uniós képviselet. Ehhez szakemberekre lenne szükség, vagy olyan emberekre, akik ezen a területen úgymond képezni szeretnék magukat, és szeretnének az embereknek most valóban, ténylegesen olyan mértékben segíteni, amit el sem tudnak képzelni. Nagyon köszönöm a figyelmet, aki úgy gondolja, kérem hívjon a 20-as 92-89-226-os telefonszámom, vagy írjon e-mailt a videó elején látható e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő kisfilmben.